Üdvözlök mindenkit, én Szolik, ezt mi láthatjátok a Cyberpunk 2077 című játéknak a sorozatának a folytatása. Hát akkor visszatértem, úgy ahogy van. Na és akkor itt a videónak az elején, még bármit is csinálnánk és haladnánk ugye tovább itt a mellékes küldetésekben és ilyesmikben. Annyi a lényege az egésznek, hogy arra gondoltam, elkészíthetnénk innentől kezdve most már a tájkészítési dolgokat, illetve hát a karakter lapunkon vannak egy-két pontok, ugye hát 4 darab szabad képesség pontunk van, amit el is költhetnénk, hiszen most már úgy állunk, hogy elkölthetünk. Na, szóval a lényeg, hogy én arra gondoltam, hogy a gépészeten belül van nekünk egy olyanunk, hogy szigetelés valahol, csak nem tudom ugye, hogy hova is van az téve. Szigetelés. Na most ez miért kell nekünk? Azért, mert immunitást ad sok kellene, úgyhogy én szerintem ezt beaktiválhatjuk. Akkor az atlétikában ugye annak idején volt egy olyanunk, hogy atlétik, hogy ez a testen belül van. Volt egy olyanunk, hogy málhás összfél, ugye ez növeli a teherbírás 60 pontot. Ugye én azt mondtam, hogy talán ezre nincs is nagyon nagy szükség, de aztán igazából rejtem arra, hogy hát miért is ne. Úgyhogy legyen 336-os a súlyunk. Vagy hát legalábbis a cipelt súly, amit magunkkal tudunk vinni, az legyen 336 pontos. Na, a higgadságot... Higgadságon belül ugye majd kell nekünk a hidegvéren belül... nem a hidegvéren belül, bocsánat, a lopakodáson belül ugye kell majd az elkerülhetetlen siettetése, illetve majd kell az idegméreg is. Úgyhogy ezekre majd ne felejtsek el majd 2 pontot rakni, amikor majd elérjük a 18. szintet ugye a lopakodásban valamikor, egyszer. Na mindegy. Na, ami a másik dolog, amire én így gondoltam, az, hogy egy tárgykészítést kellene nekünk csinálgatni. Na most mivel a tárgykészítésünk, ugye, hogy visszajöjjek ide, igen, tárgykészítésünk jelenleg 10. szintű. De én olyan mondtam nektek, hogy annak idején, hogy azért gyűjtögetem én itten a szürke cuccokat, meg zöld cuccokat, meg kék cuccokat, hogy azokat majd betörjem, és akkor majd tudjunk majd tárgykészítési dolgokat csinálgatni. Na most eljött az az időpont, hogy láthatjátok, ugye van 13.428 darab gyakori összetevő, mert annyi szürke, ugye ilyenfajta szürke cuccot összeszedtünk, hogy ezzel sikerült egy csomó mindent összerakni. És, ugye azt ne felejtsük el, hogy egy csomó pontot ráraktuk ugye a tájkészítése miatt, ugye nem 10-be kerül egy nem gyakori tárgy összetevőnek az össze eszkábálása, hanem 7-be kerül csak. Illetve, nem ide akartam jönni, hanem a karakterem belül, tájkészítésen belül azt hiszem van egy ilyen, hogy 10% eséllyel ingyenes a fejlesztés, és erre is amúgy hat. És ezt honnan fogjuk tudni majd megállapítani? Hát majd nézzétek csak meg. Azért, mert hogyha ide bejövünk, ugye van 13.428, és ugye 1918-at tudunk készíteni ugye zöld, nem gyakori tárgyösszetevőként. Úgyhogy ezt megcsináljuk. Na hát akkor ezt mind meg is csinálta, és ugye maradt 2662. Miért maradt annyi? Miért nem tűnt el az egész? Azért, mert folyamatosan ugye bejött az a 10% esély, hogy ingyenes lehet az a cucc, úgyhogy láthatjuk, hogy valamilyen úton módon a tárgy összetevőknél most így jött ki, hogy 2662-szer, vagy úgymond 266-szor ingyenes volt a fejlesztés. Na, és fel is ugrott ugye a tárgykészítésünk 13-asra. Ugyebár ez sok minden változtat ugye az egész mindenségen belül, mert így a tárgykészítésen belül most ugye, hogy 11. szinten kaptunk 5%-kal csökkentett tárgykészítés költségét, 5%-kal az összetevők kinyerésének esélyét, illetve tárgykészítési ábrákat oldottunk fel. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy ugyanezeket a dolgokat így megcsinálgassuk folyamatosan, és ugye új ábrák ugye egyfolytában ugye jönnek. Szóval én amondó vagyok, hogyha már ideig eljutottunk, akkor ezeket a gyakori tárgy összetevőket ugye hát csinálgassuk akkor ugye mind meg. Úgyhogy még egyszer ezt megcsináljuk. 7600 tapasztalati pont, maradt 492. Azt mondom, hogy csináljuk meg akkor újra. Jó, és akkor maradt 58. Egy pici azért maradjon. Na és akkor maradt, vagy hát lett nekünk egy csomó nem gyakori tárgy összetevőnk, amiből 2 dolgot lehet csinálni. Ritka tárgy összetevőt lehet csinálni, avagy ritka fejlesztési összetevőt lehet csinálni. Na most én azt mondom, hogy legyen fele-fele arányban, tehát először is ritka tárgyösszetevőket fogunk csinálni. Tehát tudunk csinálni 1672-t, és ugye maradt 2159, mert ugye megint ugye bekattant az a történet, hogy nem az összes, tehát hogy az a 10% ingyenesség ugye azért bejött. Úgyhogy ez így nagyon is felugrott a tárgykészítésünk 16-osra, ami annyit takar,
hogy ugye 13-ason voltunk eddig, akkor 14-esen egy képességpontot adott, 5%-kal növelte az összetevő kinyerésének esélylét fejlesztések során, és 15%-kal csökkentette a fejlesztési költségek értékét. Nagyon jó. Úgyhogy akkor végülis meg megint haladhatunk szépen tovább. Ugye mondottam, hogy megint ugye új tárgyak jöttek elő, és ugye ezt nyomadtuk, ugye a ritka tárgy összetevőket, de én azt mondom, hogy ritka fejlesztési összetevőket is csinálgassunk, mert ugye sose lehet tudni. Úgy és mondjuk így ennyit. Na és 17. szintre is most már felugrottunk. Na. És ugye itt nem állunk, mert epikus tárgy összetevőket is tudunk csinálgatni, úgyhogy én amondó vagyok, hogy a ritka tárgy összetevőkből is csináljunk egy pár epikus tárgy összetevőt. Maradt 406, az szerintem bőven elegendő. Még ugye új ábrák jöttek be. Megnézzük a technikai adottságnál, igen, hogy tárgykészítésnél ugye 14-esen jött a képességpont, 15-ösön 5%-kal növelte a kinyerések esélyét, 15%-kal csökkentette a fejlesztés költségét, plusz egy képességpontot ad, és ugye a 18. jön az utolsó tájkészítési ábrákat olt fel ikonikus fegyverekezés ruházatokhoz, úgyhogy addig csinálgatjuk itt a dolgokat, amíg 18-as meg nem lesz itt a mindenségesség. Mégpedig ugye úgy, hogy ugye itt van elkünk ez a ritka fejlesztési összetevő, és akkor a ritka fejlesztési összetevőkből csinálunk egy párat, mert ugye van 1100, elvileg 143 lesz belőle, de hát ugye tudjuk, hogy egy csomó minden ugye meg fog spórolódni, úgyhogy marad 196. És ugye elméletileg legendás tárgy összetevő az nincs. Azt nem nagyon tudunk csinálgatni, de tudunk csinálni legendás tárgy összetevőt is. Úgyhogy amondó vagyok, hogy egy párat csináljunk mondjuk egy 15-öt. Jó, akkor még egy párat csinálunk. Mondjuk akkor egy 20-at. Még egy picit, mert nem akarom amúgy az összeset elpocsékolni. Jó, már csak egy pici kell. Ja, azért spórolni is akarok, úgyhogy jó, legyen akkor még 10. Jó. Egyelőre, és akkor itt most már csak finom hangoljuk itt a dolgokat, azt mondom, hogy legyen akkor ez. Ebből csináljunk még egy olyan 40-et. 18. szint megvan, több nem is kell nekünk jelen pillanatukban. Technikai adottság, 18. szint, ez a maximális szint jelenlegi pillanatukban, tájkészítési ábrákat oldott fel, ikonikus fegyverekhez és ruházatokhoz. Na! Úgyhogy nagyon jók vagyunk. Na! Ennek örömére! Most ugye van egy csomó pontunk, majd azokat ugye félre is rakom. Kettő dolog van. Johnny újatlan pólója, illetve Johnny pilóta szemüvege. Na most ezeket is szerintem majd legendássá fogom tenni. Idővel is. Hát láthatjátok, nagyon-nagyon sok nyersanyag, illetve nagyon-nagyon sok új ábra jött össze. Úgyhogy én ezek közül majd itt figyelgetni, nézegetni fogom, hogy hogyan, mi, merre, hány méter. Mert innentől kezdve igazából most már tájkészítést nem kell csinálnunk. Hanem amit innentől kezdve összedek cuccost, azt vagy eladjuk, vagy betörjük, és új tárgyakat csináljuk, és azt adjuk el. Tehát ilyentől kezdve most már pénzt fogunk gyűjteni. De amondó vagyok, hogy ha már itt vagyunk, akkor csináljuk meg az, hogy Johnny pilóta szemüvege epikus legyen, meg a Johnny újatlan pólója is epikus legyen, illetve, hogy Johnny szemüvege legendás legyen, és Johnny pólója is legendás legyen. Nagyon jó. És akkor karakter leltár, és akkor én amondó vagyok, hogy Johnny szemüvegét fogjuk hordani, és Johnny újatlan pólóját, és ide meg majd be fogok én pakolni egy csomó mindenségességet. Na úgyhogy ennyit gondoltam most így hirtelen felindulásból elkövetni. A másik ugye a kiberdek, hogy van nekem egy olyanom, hogy egy ellenfél legyőzése egy ponttal csökkentő következő gyors ekkeli csam költségét hat alkalommal halmazható. Ez a rendszer visszaállításnak a története. Én a szinapszis kiégést azt kiveszem, és a rendszer visszaállítást én berakom a passzívja miatt. Illetve az optikát kellene nekünk felfejleszteni legendássá, legalábbis én úgy vagyok vele. Úgyhogy megint csak visszamegyünk a tárgykészítésbe. És optika, ugye az most zöld színű. Jelen pillanatban, emlékeim szerint, igen.
vagy nem is tudom, hogy milyen színű, várj egy pillanatot. Optika, egyetem meg tudom csinálni az optikát? Gyors hekkelések. Ez nem az. Itt az optika újraindítása. Jó, hát a optika, igen, akkor van nekem, akkor még ezt is megcsináljuk, és akkor ezt is berakjuk. A kiberdekbe. Tehát akkor ezt kiszedjük, és optikát berakjuk azért, mert így passzívba feloldja az optika zavaró démont a betörés protokollhoz. Na és akkor srácok, lányok, egyelőre akkor így megvagyunk. Na most a következő dolog lesz, hogy én itt most menteni fogok egyet. Így né. És hát most egy kicsit tesztelgetni fogom itt a rendszert, hogy így a tájkészítésen belül most hogyan, mi, merre, hány méter az egész. Jó. Tehát most, hogy már olcsóbb lett így minden, meg ilyenek, tudjátok. Hogy akkor mit tudok elkészíteni, mit éri meg egyáltalán itt elkészíteni anyagi szempontból. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy anyagi szempontból, úgyhogy nektek lesz itt egy vágás, és akkor vágás után visszatérek, és akkor elmondom, hogy mik a tapasztalataim, jó? Nos, srácok, lányok, hölgyek, urak, visszatértem. Jó kis matematikai összeesküvések, elméletek és mindenségességnek így a kiszámításával és következményeivel összességében rájöttem, és ugye matematikai is átnéztem itt a dolgokat. Szóval, lényeg a lényeg, hogy tárgykészítés szempontjából. Az a lényeg, hogyha innentől kezdve esnek tárgyak, fogalmazzunk úgy, hogy ami 51 euró-dollár alatti tárgy, ami ugye csak szürke lehet, vagy fehér, ugye, azt érdemes szétszerelni, minden mást nem érdemes, kivéve, hogyha van benne egy olyan tartozék, vagy ugye, igen, tehát ilyen tartozék, ilyen modok, amiket ugye ki szeretnék bőle venni, akkor ugye, akkor kénytelen vagyok szétszerelni az adott tárgyat. De amúgy meg nem érdemes egyiket se szétszedni, anyagi szempontból. Viszont, hogyha ugye van egy csomó nyersanyagotok, és ugye például van csomó szürke, zöld, meg kék eszköz, hát akkor az SPT-32 grad című, vagy nevezetű ritka fegyvert érdemes legyártani, mert ez jelen pillanatban csak 13 gyakori tárgy összetevő, 13 nem gyakori tárgy összetevő, és 19 ritka tárgy összetevő, és 1000 euró dollárért el lehet adni darabját, de, mint mondottam, ezek ugye olyan nyersanyagok, tehát hogy nem érdemes ezért szétszedni fegyvereket, mert úgy meg nem éri meg. Tehát így felejtős így az egész, úgy ahogy van, úgyhogy itt tartunk, jelen pillanatunkban. Úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, urak, innen is fogjuk akkor az egészet így folytatni. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre. A másik dolog, várjál, várj, tájkészítés, nem tájkészítést akartam, hanem leltárt. No, tehát jelen pillanatunkban ott állunk, hogy én szerintem ez a kabát, ez egyelőre marad rajtunk. Most azt nem tudom, hogy Johnny újatlan pólójába pakoljak-e be dolgokat. Tehát ilyeneket, hogy tehát most például ugye van itt bulli, ebből van 1, 2, 3, 4, van 4 darab. Pont 4 darabot bele tudok tenni, és mindegyik 30%-kal növeli a kritikus sebzést, ami gyakorlatilag 120% lenne. Nem tudom, hogy ezt most így érdemes lenne még belepakolni, vagy nem. Úgyhogy egyelőre azt mondom, hogy egyelőre még ne. Amúgy tájkészítésben azt néztem, hogy itt van nekünk egy olyanunk, hogy ez az armadillo. Ez 200 páncélt ad. Na most, hogyha ebből 4-et bepakolok egy olyan újatlan pólóba, hát az plusz 800 páncél, úgyhogy az már nem lenne egy hülyeség, én szerintem. Na de. Ne húzzuk az időt, ugye előzőekben ugye ott tartottunk, hogy volt Johnnynek egy kis elszabadulása. Egy kis felszabadulása. Úgyhogy annyi lesz, hogy nyílt világ szempontjából ide elmegyünk, és ezt ugye megcsináljuk. Aztán megcsináljuk a tarot kártyákat is, mert utána olvastam, hogy mi a helyzet. Hol rontom el? Igazából nem rontottam el nagyon, csak elfelejtettem egy funkciót. Kimaradt egy olyan funkció, amit igazából használhatnék, és tök egyszerű, mert csak a tabot kéne megnyomnom. Úgyhogy azzal be tudom szkennelni a tarot kártyákat, bármilyen távolságból, elméletileg. Most az, hogy 1.31-en vagyunk még, ugye még mindig, mert még mindig ott tartok, hogy nem akarja lefrissíteni a rendszer, és ugye félek attól, hogy a mentéseim úgy olyan röpülnek a fenébe. Na, azt meg úgy azért nem szeretném annyira.
azért az kellemetlenné válna én szerintem. Úgyhogy ja. És amúgy azért megyek most gyalog, mert azra vagyok kíváncsi, hogy az atlétika, hogy a sprintelünk, akkor növekedik E. Vagy mi a fené. Úgyhogy innentől kezdve, hogyha szedek föl tárgyakat, akkor igen, nem érdemes őket szétszedni, hanem vagy leadó pont, vagy esetlegesen valami árushoz el kell vinni. Amúgy nagyon sok fegyver, meg nagyon sok ruha árus is van a játékban, úgyhogy azokkal foglalkozhatok ebből a szempontból. Attention all NCPD subcons. Organized crime activity reported on Martin Street. Maelstrom has established a presence in the area. Kaiser Herzog, aka the surgeon, spotted. Priors include practicing as a Ripper doc without a license and first degree murder for which he has been sentenced to death. City authorities. Jó, addig betörés protokollozunk, jó? Aha, ja tényleg még egy dolgot akartam majd megcsinálni még, de majd azt majd mindjárt. A tömeges sebezhetőség az mindenképpen kell, úgyhogy egy C, igen, hol van BD, ott van BD, ott meg van L9, egy C, BD, L9. C7A, így. Optikozavaró az így nem sikerült, de nem baj. Közben menjen a... Nem azt akart, nem azt kellett volna. Hanem a pingelést. Elsősorban pingelés, hogy csökkenjen ugye a fertőzésnek az értéke. Hogy olcsóbb legyen. Meg hát ugye jó sokan vannak, úgyhogy... Ez így fantasztikusan jó lesz. De te kapsz a rövid zálatot, úgyhogy szevasz. Nem azt akarom. Nem azt akarom. A fertőzés. Ezt meg deaktiváljuk. Mondom, deaktiválás, kikapcsolás. Akkor szövetséges mód. Nem? Nem? Jó, mindegy. Nekem akkor így is jó. Hát igen, ezt max úgy tudom, hogyha a tetőre felmegyek. Itt van egy úriember. Hát az... Gyorsan elintézzük így. El kéne borulni amúgy. Azt akkor kikapcsoltam. De szerintem nem volt elég, mert már szerintem rájöttek arra, hogy itt vagyok. Bár még nincsen harc. Nincsen harci zene, úgyhogy valószínű, hogy akkor nem. Akkor mégse. Innen elérem a kamerát? Elérem a kamerát, nagyon jó, úgyhogy gépészetest is tudunk húzni. Itt be tudnék menni. De hogy jöttél? Ja, ott van egy létre, oké, látom ma. És nem fertőzés kellett volna. Mindegy, így is jó. Ezt kikapcsoljuk. Akkor itt mentünk egyet. Becsatlakozok itt a hálózatba, miközben itt a méreg itt megoldja itt a dolgokat. 7 a... BD, 55 BD. Jó. Tehát, hogyha 55-tel kezdenék, amit ugye nyilván nem fogok megtenni ezek szerint. De 55 1C 7A BD 55 BD. De meg tudom tenni. Tehát 55 7A 1C 55 BD BD. Így. Megvan! Ez egy 2C. Na például ugye itt tudok ugye kinyerni nem gyakori, meg ritka, meg epikus, meg legendás ugye összetevőket. Tehát például ezeket ugye, hogyha így össze-vissza szedegetem, akkor ugye érdemes azt a fegyvert készíteni belőlük. Lila meg epikust nem érdemes anyagi szempontból készíteni. Tehát azokat akkor érdemes megcsinálni, hogyha tényleg valamit akarsz elkészíteni magadnak, és nem akarod így eladni. De jól átugrottam. Pedig én csak a kamerát akartam volna kikapcsolni. De most szerintem itt mindenki összeburult, nem? Szerintem igen. Mert nincs riadó, se semmi. Ez
nyomtam. Jó, akkor így ennyi. Ja, mindenki összeborult. Anyád, nem. Valaki még van itt. Csá! Helyesbittek, valaki volt még itt. Tájkészítés, igen. Armadillónak a leírása, de hát azt mondja, tudjuk. Jó, és itt mi van? Kibervész, igen, a szinaptikus gyorsító, igen. Szevasz. Ezeket is kéne nyomkodnom, mert gyors hekkelést ad. Na nézzük akkor, mi van? Archivált beszélgetés. Jackson Connor és Zinek Saxonnak a beszélgetése. Meló elvégezve. Nem tudom, hogy ebből lesz-e még meló, de nem hiszem. Ezt is kikapcsoljuk. Na és akkor szedjük össze itt a dolgokat. Jó, hát azért tegyük hozzá, hogy itt a Watsonba. Te robot vagy? Vagy neked hova lett a fejed? Na jó. Nem teszek fel ilyen kérdéseket, én azt gondolom. Ezt kikapcsoljuk. Itt le tudok szedni pénzt? Szerintem nem. Nem hiszem, hogy le tudok szedni pénzt. Jó, akkor az így ennyi. Most, hogy így akkor felpörögtek itt az események. Jó. Szerintem kimehetünk. Ja, nem tudok levenni pénzt. Jó, akkor ennyi. Akkor az itt is szép volt, jó volt, elég is volt. Na! Szóval és tettel... Rossz gomb. Nem ezt akartam. Szóval és tettel. Egy nyílt világ szempontjából most megint ugye nyugiság van, de akkor kimegyünk oda a tarot kártyáért, meg elmegyünk ezért a tarot kártyáért, hogy a tarot kártyák ugye akkor meglegyenek. Hívom a mocinkat. Ha megtoszthatna ide jönni. Álljál meg! Menjünk a gyors utazópontra, aztán összeszedegetjük akkor a tarot kártyákat is, mert ugye megmutattam, hogy mi volt eddig a nagy probléma, és hogy mit kellett volna eddig csinálnom. Amúgy, hogyha valaki leírt a kommentbe már az előző videónál, akkor köszönöm szépen, hogy leírtad a kommentet, de hát ugye, mint tudnélik, ezek a videók előbb készülnek el, mint hogy ti látnátok, illetve ti kommentelnétek, és túlmentem a gyors utazóponton. Úgyhogy sajnos, nem sajnos, de ez van, de ettől függetlenül köszönöm szépen neked. Na, akkor kijövünk ide először. Majd megvannak az összes tarot lapok, akkor én azon gondolkodtam, hogy most itt a mellékes küldiket, amik itt vannak a Watsonban, tehát szerintem ezek azért fontos mellékküldetések is mellett, és lehet, hogy ezeket egy kicsit későbbre kéne hagynom. Na, hol a motor? Aha! Hát de ne arra menjé! És nézd meg, elmegy. Hát hülle vagy? Sok ész. Értette ezt valaki? Na. Nekünk ugye erre kéne fölmászni. De ugye nem kell felmászni, mert elméletileg... Nem, egyszerűen innen lent is be tudom szkennelni. És ennyi. Az akasztott ember. Tehát egyit kellett volna csinálnom. Na, te tudok ülni a motorra? Föl tudunk, jó. Ennyit kellett volna csinálnom. Ja, igen. Ugye. Yeah. Van egy csomó szintlépéses pointunk. Pointunk. Van egy ilyen, hogy tömörítés. Ugye eddig ezt nem akartam kipakolni, mert úgy voltam vele, hogy még ugye sok helyre ki akarom ugye rakni a pontokat, de igazából most van egy csomó szabad képességpontunk. Ugye ez egy ponttal csökkenti a démonok feltöltéséhez szükséges szekvenciát. Tehát amikor ugye betörés protokollokat csinálok, akkor mondjuk nem 4 sort kell kirakni, nem csak 3-at. De nyilván ugye ez annyit akar, hogy 2-nél kisebb ugye nem lehet.
Tehát mindenképpen egy sor az kettő darab ilyen cuccból fog állni, úgyhogy remélem, hogy a betörés protokollnál, amikor ugye pénzt szedünk le, akkor ez hat arra is. Úgyhogy elvileg könnyebben tudunk majd betörés protokollozni. Vagy könnyebben tudok majd pénzt szerezni. És akkor nem lesznek ilyen nagy balesetek, hogy nem tudom, teszem azt megcsinálni a V2-es vagy a V3-as pénz adatbányász halászt. Na a tarot kártya, tehát igen, a tarot volt egy ilyen gondolatmenetem, tehát a tarot kártyák után azon gondolkodtam, igen, tehát hogy ezeket a mellékületéseket, ezeket a rógos, meg a hasonlóakat, hogy ezeket lehet kicsit szüneteltetni kéne, és át kéne menni másik kerületekbe, tehát például a Vakakónak is meg kéne csinálni a cuccait, ezeket a fixer dolgokat. Már megint, hol van a motor? Itt van. Nem figyelek amúgy, hogy honnan jön, mert amúgy van egy ábrája, hogy honnan jön a motor. Csak nyilván nem figyelem. Nyilván nem arra figyelek. Wow. Kicsit elszoktam. Úgy gondolom, kicsit elszoktam a játéktól. Vagy nem tudom, mi bajom van, de még egyre nem érzem a motort és a hasonlóakat, hasonló dolgokat. Na mindegy. Nem tudom, hol lehet bemenni. Itt. Na, shit. Na jó van. Akkor gyalog gyorsabban beérek, mint motorra. Na és amúgy igen, az egy glitch, hogy én itt át tudok esni. Tehát amúgy nem kéne itt átesni, mert itt tegrohadtan nincsen semmi. És ennyi kellett volna. Frissítve a meló. Igen, a császárna is hasonlók. Nagyon jó. Akkor job, ugye? Igen. Mi volt ennek a címe? Vagy neve? Egy bolond vándorlásai. Beszélj Misty-vel. Jó, akkor most beszélünk Misty-vel. Ha már tarot kártyák akkor megvannak, akkor menjünk Misty-vel beszélgetni. Hogy mi a helyzet. Aztán akkor utána tervem az, igen, hogy átjövünk ide. Westbrookra, és itt megcsináljuk ezeket. Aztán ide is át kéne jönni, ugye Santo Domingo-ba, itt is ugye meg kellene csinálni itt a sárgákat, meg ugye a Pacificába is ezt a párat. Ez a belvárost is, meg ugye itt vidéken is, úgyhogy ezeket meg kéne szerintem azelőtt csinálni, mielőtt itt nagy mellékköltéseket csinálok, mert van olyan érzésem, hogyha bizonyos mellékköltésekbe eljutok odáig, tehát van egy ilyen félelmem, akkor inkább mondjuk így. Hogyha bizonyos mellékköltésekben eljutok egy szintig, vagy valameddig, akkor lehet, hogy utána bejön egy olyan végkifejlet, hogy véget ér megint a játék. Mert ugye több befejezése van a Cyberpunknak is. Ugye ezt tudhatjuk. Csak ugye nem tudom, hogy hogyan kell őket elérni. Akkor itt lemegyünk. Simán akkor igen, hogyha egy ilyen mellékküldetéses történettel jutunk tovább. Még azelőtt, hogy elmennék ugye Hanakóhoz. De sose lehet tudni. Áú. Nem tudom, de eddig nem volt problémám így a motorozással. Most valamiért problémáim vannak. Most nem tudok motorozni valamiért. Most ez mi volt már megint? Jó, hagyjuk. A moci itt marad. Amúgy se vagyunk már messze. Rossz, nem tudom. Ide. Több ilyen furcsa falfestményt is láttam. Na, igen. Saw more of those freaky murals. Did they start making sense? Tell any sort of story? Mint tarot kártyák. All just a bunch of tarot cards. Pretty sure my brain's now beyond repair.
The tarot tells the story of a fool's journey. Show me what you found, I'll tell you what's left. Here. You're still missing two arcana, Judgment and the Devil. My guess is that they relate to a turning point in your life, one that's soon to arrive. És mit jelentkép ez az igazság? What's this judgment about? One possible future of redemption, transition, awakening. The angel with the trumpet symbolizes the end of an era and a call to rebirth, to a new beginning. És az ördög? Rather not run into the devil. Got a feeling he's bad vibes. That's the card of primal dormant desires, but also the will to survive. Doesn't sound so bad, actually. It also represents a false world, the trap these desires lay for you. Mint hogyha az első befejezést, amit megcsináltunk, arra utal ez? Na mindegy, so bolond utazásai. The fool is you and Silverhand. You've traveled a long road together, discovered your potential. Where are we headed? Your destination is the world, the final arcanum. Both of you waged a war on the world, so there are two possibilities. Declare victory, or make peace. Could lose the war too. Yes, unfortunately that's true. Go see. Thanks. Didn't get much out of that, but thanks. You'll understand when the time comes. I can't explain everything. All the tarot can tell me is that you will reach the world by one of four paths. Meaning? The final leg of the journey goes through the sun, the star, temperance, or the devil. Could just die, not even get that far. Oh, come on. You won't let that happen. Take this. It's all I can do to help. Köszi. Good luck, V. On whatever road you choose. Szóval négy befejezés van? Nincs kizárva amúgy, hogy ezek szerint négy befejezése van a játéknak. De jó, jó, ezt így jó tudni, hogy igen, így utalt rá, így Misty, hogy igen, akkor ezek szerint, tehát szerintem akkor ezek szerint négy befejezése van. Ugye még mindig nem olvastam utána ugye semminek se, de mindig nem lőttem ugye le magamnak a poénokat. Na, jó, kezdjünk neki szerintem. Jó, közben kezdjünk akkor neki itt a dolgoknak. Átjövünk akkor ide a japán negyedbe. Azt hiszem valahol itt van... Vakakko? Azt hiszem itt van. Jó, akkor először látogassuk meg Vakakkót, először is beszélgessünk vele. Be kellett volna jelölni, hogy hol van Vakakko amúgy. Ja, meg tényleg megvan amúgy az erőnk, úgyhogy lehet, hogy ezt a... barátságos ital automata... Nem tudom, emlékeztek-e rá. Nem volt annyira régen. Hát ezt is meg kéne csinálni időközben. Hallod, pont itt van. Itt van Vakakko is, meg itt van az italautomata is. Hey, boy, are you strong! Here, have a refreshing beverage. On me. Jó, később találkozunk. Catch you later, Brendan. Catch me? Why? Will I be falling? It's just something you say as a way of goodbye. Oh, I get it. I mean, I don't, because catching has nothing to do with goodbyes, but... oh well. Don't humans say the darndest things? Catch you later, V. What a neat phrase. Szerintem ez egy tök jó mellékületés volt. Semmit nem, igen, semmi érdekeset nem adott, de jó pofa volt. Na most, márjál már. Nem itt kell bejönni? Vakakkóhoz. Akkor ezek szerint nem. Menjünk arra, mert a GPS mutatja, mert most se lehet tudni meg közben. Egy kicsit a hang az nincsen a helyzet magaslatán, én úgy érzem. Amúgy zene sincs. Na mindegy. Szerintem most egy picit úgy beakadt a játék. Nem baj, mindegy. Majd nem sokára szerintem majd újraindítom itt a rendszert, aztán akkor tök jó lesz minden. Avagy nem.
akkor itt át. Ide be. Hello. Hello. You wanted to talk? Ja. Hány férjed is volt? Ted Baskin. How many of those husbands did you have? Five. All went before that time. Terrible family tragedy. Not afraid that tragedy will strike you? Have to live somehow. For my 9 sons. Jó, Westbrook. Willing to bet nobody knows Westbrook like you do. My husbands knew Westbrook. Yes. Each of them. Very high in the tiger class. Ruled Japantown. What did they do? They did what made the best eddies. Gave them the most pull. Sold sex and black market tech. Jó, és akkor mi a meló? What's the spec? Ah, itt van egy ilyen meló. Jablonski. Set off any buzzers for you? Murdered in cold blood. Made waves a few years back. They locked the guy up. But now there's a chance he could walk. Jablonski's family wants to balance the scales of justice for good. You'll finish him. Jó. Yeah, I'll do it. Good. Client will be waiting for you by a car at the corner of 6th and Brandon. Client wants to tag along. Be there in person when you put a bullet through the guy's eye. Good luck. Majd azt azért meg. Azért meglátjuk. Mi volt ennek a küldetésnek a neve? Ezt most jól megcsináltam, mi? Ejjaj. Ez volt az? Szerintem ez volt. Ülj le és várd meg Bill Jablonskit. Szerintem ez volt, ja. Az utcai igazság. Jó. Akkor csináljuk meg ezt. Hova üljek amúgy le? Nem ezt akartam megnyomni, az M betűt akartam volna megnyomni. Az odáig el kell mennem. Jó, akkor addig, akkor mégse csináljuk azt, mert az akkor már nem is ebben a kerületben van. Jó, majd akkor is majd sorra kerül. Idővel. Ki tudja, mit találhatok itt, akkor jövök inkább ide. Hey, V, wait a sec. Listen to that guy. How'd you rate his chops? Nem rossz. To my untrained ear. Sounds all right, I guess. Easy listening, at least. No wine technique second rate, but the feeling, that's what counts. Guy's hurt, got something he can't take, and it shows. Could stand a little more stage presence. Fingering's all wrong, loses the tempo more than he keeps it, but not bad. Really know how to give a guy a compliment. That how you got your start? Street busker with big dreams. Don't make me laugh. No time for playing my way to the top. Was too busy shaking the world awake. A siker helyet ad neked. Legyen ez. Wanna shake the world, you know? World's gotta feel you first. And you pay for it. You spend your lyrics laying waste to the big record corps. Who's gonna sign you then? But give up your ideals, and no amount of eddies can buy him back. All right, princess. Least you played some gigs. Saw those memories of yours. True. Played where we could. Parks, old factories, underground clubs. Had an audience from the start. Some recorded our stuff, didn't even know who we were. Azok a régi szagok most már érhetnek is valamit. Ha megtalálom az a szalagokat, még én is rajongó leszek. Na, legyen ez az utolsó. Ooh, mean to say I could get my hands on some old samurai bootlegs? I'm gonna find those tapes. I'm gonna shriek like a little fangirl anytime you open your mouth. Happy? Just you fucking try. Jokes aside, you think those tapes still exist after all these years? You know, Rainbow Cadenza's not far from here. Club we played till the band fell apart. Great spot. Place for people with their heads on straight. Maybe they'll know something. Jó. Akkor klubba megyünk. 35 méterre.
Jó, közel van akkor. Johnny, pretty sure they turned your great spot into a slurp shop. Mindless fucking consumerism wins the day again. Point for the other team, huh? Huh. This is why you don't bring back fallen warriors. Sooner or later, they're gonna see everything they fought for is turned to shit. Kérdez ki a személyzetet a klubról. Jó. Jó, mi történt Rainbow Cadenzával? Hey. Rainbow Cadenza mean anything to you? Oh no, another one. Aren't you too young for this? To what now? Every day some sad grandpa in his old leather comes in here, asks where is his old Rainbow Club. And I'm like a broken record. Tell all of them the Corp brought them out 20 years ago. I should put up a sign. Samurai felvételeket keresünk. Know anything about bootlegs from the Rainbow Cadenza days? Like say, don't know, samurai stuff? Samurai. Oh, that ugly red face on black? Yeah, even I know that one. Old guy comes by here sometimes wearing their shirt. Spends the whole time yakking with his psycho fan friends. Wouldn't happen to know where I could find him? You can find him living back in the 2020s. But besides that, he's out there at the market. Itt szokott vásárolni. Mean he does his shopping there? I mean, you can do yours at his spot, assuming you'd even want to. He sells ancient dusty tapes of ancient dusty indie bands. No one's heard of a single one of them. Preem. Thanks. Jó, keresd meg a szagokat áruló eladót. Nagyon jó. Ja, itt is van. Egyből. Jó. Van valami Lazerpop. Hey, looking for some good tunes. Got any Lazerpop? Something from Muskrax? Don't sell no scop here. You either want good music or rainbow bright shite. Chill, Jim. Just a joke. Laser pop. Fucking laser pop. Here, at my stand. Jó, jó zenét keresek. Heard I can get some decent tunes here. What you mean by decent? We got Cartesian Duelists, Urdine stuff, Tainted Overlord. Any samurai? Kid, you even gotta ask? Never fade away. Dancing with my axe, chipping in. You name it, we got it. Silverhand was the one true messiah of rock. I'd hand them records out like candy if I could. But a guy's gotta eat. Jó, Silverhand legnagyobb rajongója voltál, mi? Vagy az vagy? Silverhand's biggest fan. And proud of it. Today's bitty box rockers can't even touch him. Silverhand had something they couldn't even dream of. Silverhand? He had that fire, kid. Fire! Guy shook the foundations of the corporal world. He died for his ideals. Doesn't matter, he was also kind of a terrorist. Blaze way down the rebel path. Jó, valami szamuráj cuccot keresek. Yeah, looking for the real deal. Like, say, bootlegs from Samurai's first gigs? Fuck! First, you have got no idea what you're asking for. Not if you're so chilled about it. Don't know how you found out about them bootlegs, but forget it. Not gonna give them to the first gonk off the street. Jó. Tudom, mik voltak Johnny utolsó szavai Carrie-hez. Ain't a poser. Know everything there is to know about Silverhand. Go on. Impress me. Know what he told Carrie the last time they met? Fuck this band. Not your crowd, not your noise. Do your own thing. Yeah, sure. I could think up a million conversations they had. There were no witnesses. Nem mondjuk, ez igaz. Akkor céges, tudom, hogy mit mondanak Johnnyról az Arasakánál. Would the first gonk off the street know what they tell new Arasaka suits? They say, if a collar in training doesn't make deadline, the ghost of a man split in two will get him. Of course, nobody remembers the ghost is Johnny. All right,
I'm impressed. Getting someone from Sokka to tell you that. You're not joking. You're really a Silverhand fan. Jó, ja, mert még azt is tudom, hogy a Chippin nint kisgyerekkorom óta. Ja, 13-as a higgadtságom, azt hiszem. The other kids were learning chrome crayons. I already had Chippin in down by heart. Well said, kid. Getting a little misty-eyed. You're all right. Hey, anyways, gotta educate the youth. Maybe you'll find something special under the table. Come on, have at it. Na, mi van itt? Samurai turnépóló. De ez ugye belső póló. Samurai tartós, varratos, zsebes nadrág. Az igen. Gengi tárpengető. Bakelit lemez, de ez csak szemét. Bakelit lemez. Stílusos polarizált szemüveg, igen. Samurai harci garbó, de ez is belsős. Samurai koncert felvétel, egy kisebb vagyontér, de nullába kerül. Samurai turnépóló, hát jó, majd azért majd lehet, hogy visszajövök ezekért. Samurai tartós, varratos, zsebes nadrág. De ugye ez rosszabb, mint ami most van rajtunk. Hát akkor egyelőre ennyi. Belül ugye külső ruha nincsen. Mindig csak be, de kívül, ja. Second Conflict Pilota Jackie. Hát, jó, akkor ez így ennyi. De hogyha már itt vagyunk, jó, azt mondom, betöröm ezt a fegyvert, mert 36-ot éred, de nem érdemes eladni. Jó. Akkor ezekben nincsenek módosítások, úgyhogy ezeket nyugodtan elpasszolhatom. Ez így ennyi. Ruha szempontjából meg ennyi. Much appreciated. Köszi szépen. Spread the good Silverhand word. Death to Corporal. You know, they say time is the best teacher. Used to think that was true. But look at that guy. 60 at least, but still living in 2020. Guy's your biggest fan. Not happy to meet him? Blew Sokka Tower to smithereens, and it's still standing there. Just the same. Don't want people getting stuck in a rut, stuck in the past. Want them to change. Them and the world. Ami biztosan megváltozott. Nem változtathatod meg, meg úgy az embereket, ha felrobbantod őket. Jó, legyen az első. In 60 years, something must have changed. No, what changed? The damn facade. Fresh interface plugs, new high fructose scop syrup and fun fruity flavors. A new face of Arasaka, same old shit, different packaging. Something's changing. Maybe we can't see it, but there's change all the same. Sure. Now almost nobody remembers when a person wasn't just a meat bag full of secondhand implants. Jó, akkor ez a küldetés is megvolt, és akkor szerintem szintet léptünk. Gondolom én. Nem léptünk szintet? Ezek szerint nem. Jó, Melu frissítve, csapás a múltból, akkor annak vége van. Jó. Ez is egy jó kis mellékküldetés volt. Na, akkor menjünk ide. Az ügyfél szeretné, ha megtalálnál valamit. Jó, megyek, azt, menjünk, azt megtaláljuk. Azt a valamit. Haladjunk akkor ezekkel a küldetésekkel is. Kell a pénz, kell a szintlépés, kellenek a pontok. Meg a libacombok. Igen, Vakako. B, I need you to acquire something. Only me, no client. So I expect quick and clean results. You will be entering Tiger Claw territory. Very high risk. More information attached. Igen. Úristen, de miért írtál ilyen hosszút? Felkutatás, igen, igen. Zártörő eszközének visszaszerezése. Helyszín épület a Halley és a Floyd Street sarkának 2137-es kapukód. 2137.
Kapcsiság nem kifizetődő. Jó. Azért mentünk egyet, mert már eléggé régóta nem mentettem. Szevasz! Aha, jó. Jogosulatlanság, de semmi baj, majd mindjárt megoldjuk. Bocsi! Bocsi. Akkor nem oldjuk meg. Anyád! Hát várjál már, hát... Egyszer. Hogy nem bírtok várni egy picit, amíg körbenézek, nyugodtságban, békességben, szeretetben és minden egyébben. Kell itt nektek kötekedni velem. Nézd meg. Na szóval, hogyha már így alakult. Belépőkártya megszerezve, nagyon jó. Nem tudom, hogy lehet, hogy békésebb is meg lehetett volna ezt oldani, nem? Valószínűsíthetőleg igen. Na, hadd nézzem. Most kigyerül, hogy a betörés protokollnál, mikor pénzt szedünk le, akkor kell könnyebb a leszedése. Nagyon jó. Nagyon királyság. Na és most már be tudok menni. Nagyon jó. És akkor hányadik emeletre kell felmenni? Valószínű másodikra, vagy harmadikra, vagy nem tudom hányadikra. For the love of... couldn't I have been stuck in some model skull? Or I don't know, a fucking landscape architect? What is it now, Johnny? Being dragged through roach-infested flop houses again. That's what. Job's a job. Now what was that code? 2137-es kód. Opcionális. Ja, mert technikai adottsága is ki tudom nyitni. Wasn't slumming it in squats like your whole thing? Bocsi, vett lenyomtam az első mondatot. When I was skezzed out beyond all recognition. Kutasd át Lee Garden lakását, oké. Okay. Vagy Lee Garden, nem tudom, hogy kell neki mondani a nevét. Hear it all right. Just don't know why I should care. Aj, te. Mi ez a zöld itt? Oda van rakva, izé. Cuccos. Csak nem tudom felszedni. Na jó, mindegy. Igen. Titkos ajtó. Csináljunk egy betörés... Ja, nem kell csinálni egy betörés protokolt. Oh, well, well. Nem tudom felszedni a pénzt se. Na végre valami. Egy új szilánk. Keresem az E betűt a billentyűzeten. Nem ártana lassan felkapcsolnom a villanyt. Aha. Szóval a gépen lesz. Jó. Majd mindjárt. 55 BD FF BD FF 1C. Ja. Na. Most már azért csak nem lesz gondunk a... az anyagiakkal. Üzenetek.
tolvajkulcs. Kapaszkodj meg, mert olyan hírem van, hogy kiesel a fotelből. Van egy eladó kütyüm, amivel fel lehet törni a céges cuccokat. 100% siker az implantokon és fegyvereken. Minden működik, kivéve a Night Corp kütyüit. Biztos már kódrendszert alkalmaztak. Érdekel, ne gondolkozz túl sokáig, van más vevőm is, LG. Megveszem, küld el a, fizetés és a szállítási infókat. Vakakónak küldte el, igen, tolvajkulcs. Kanna, van számodra... Tisk. Claws aren't the deal on her in type. Let's see if she got lucky. Kanna, van számodra valami, egy eszköz a válti cucca feltörésé 100%-os siker? Igen. Sensor, háromszorosát adom a legjobb ajánlatnak, ugorj be a Wired Headbe és lecsapunk a piacra. Szerintem lecsaptak a srácra. Úgyhogy akkor menjünk. Van egy olyan érzésem, hogy... Szerintem az emberünk már nem lesz életbe. Lehet, hogy amúgy lépcsőn kellett volna mennem, és akkor itt nem kellett volna balhézni fölöslegesen, nem? Milyen messze van? Szó. Menjünk gyors utazó ponttal. Elvileg a sprinteléssel, meg az ugrabugrálással, meg az ilyenekkel növekszik az atlétika. Azért azt egy picit akarom húzni. Na látod, növekszik az. Na Hardni, hova kell? Oda kell mennünk. Mert az utcákat azért nem akarok futkorázni, még csak azt kéne, hogy több száz utcát itt lefutkorázzak. Vagy lefutkorázzunk. Szerintem arra senki nem kíváncsi. Szerintem az lesz, hogy megcsináljuk ezt a melót, azt utána én vágok egyet, jó? Mert megnézem, hogy jó lett-e a felvétel meg az ilyenek, mert... És itt nem tudom már, hogy hogyan vagyunk, miként vagyunk. Közben gyors mentek egyet. Hát, figyelj haver. Nem akarom én megölni. Elég nekem így is. Lépcsőn is le tudnék menni, de... Mi van, hogyha lifttel megyünk? Utca... Braindance Club. Oda kell nekünk lemenni. Ellenséges terület, hát jó, mi más lenne? Van kamera. És ennek betörés protokollt, azt megpingelek én itt dolgokat. 7A. Csak 7A-kat kell nyomogatni. Az jó. Ez gyors út. Pingeljünk egyet. Nem bészes annyira. Csá. Nem így gondoltam. Lopakodva szerettem volna ezt megoldani, de... Valami nem jött, nem oké. Na menjen körbe akkor a fertőzés. Ja igen, mert... De azon igaz, hogyha valami már töltődik felfelé, akkor arra nem lehet még egy hacket rányomni. Oldalról. Ilyen oldalról. Te kapsz egy túlmelegedést. Menjen körül még egy fertőzés. Jó sok életerőtök van nektek is.
Na, most van szintlépés. Meg legalább van zene is. Igen, lépcsőn is lejöhettem volna. Most van mindegy. Nézzük pozitívan. Már megint tízébe vagyunk. Lopakodási üzemmódba. Technikai adottság, ezt ki tudom nyitni. Nagyon jó. Reminds me of this one dive in Arroyo we... Because it was one tough fucking joint. One wrong word, one sideways glance, and you'd get steel between the ribs. Az a gond, hogy a googolás gomb és a szövegátugrás egy ugyanarra a gombra van rátéve. Amúgy várjál már, szintlépés van. Úgyhogy technikai adottságot felhúzzuk. Egyszer. Technikai adottságot felhúztuk egyszer, oké. Aztán majd meglátjuk. Elintéztünk mindenkit. Végigment a fertőzés mindenhol. Az jó. Oké, ezt kikapcsoljuk. Van egy új szilánk, igen. Lehet betörés protokoll csinálni? Lehet. Lehet leszedni pénzt. Az jó. Így. Tényleg sokkal könnyebb így. Hát már előbb is kiúszhattam volna, de... Mindegy. Jó, az így is. Jó volt az így is eddig. Mondjuk csak egy-kettőt szúrt... Egy-kettőt? Szerintem beszúrtam vagy tized is eddig. Na mindegy. BD1C 7A... 7A... L9, ja. 1C 7A... 7A L9. Jó, így biztosabb igen a pénzkinyerés, na, talán. Azt lassan meg lesz az 1 milliónk is. És itt a lassan van a hangsúly. Tiger Claw. De ezzel mi van? Kutatásd át. És ez hol van az ember vajon? Ott. Ez mégsem ember. Na, 55 héta egy C, igen. 55 héta, val nem jó. Akkor egy C 55. Akkor így, ja. Ahogy ide erő kéne, hogy ezt ki tudjam szabni. Sajnos. Várjál, ide máshogyan nem tudok bejutni? Nem. Oda erő kell. És még a gorillakkal se segít. Vedd fel, igen, ezt a felszerelést. And to think so many people died for this tiny little shit speck. It's not the size that counts. Both you and I know no one actually believes that. Hol van Johnny? Itt nem értem megint, miért kell farkat méregetni. Főleg úgy, hogy női karakterrel vagyok. Ebből tudok pénzt, nem tudok pénzt kinyerni. Sajnos nem. De nem tudok bejutni. Ez meg jól el van. Ez mindig a lányok hatása alatt áll, vagy nem tudom. Na mindegy. Őt nem bántom. Ő lesz a futárunk. Ő majd elmondja, hogy mi történt itt. Na, 1C 7 a BD-t tudok, igen. Ezt a 7 a 55 is.
Ja már csak 250 ezer kell, aztán megvan az 1 millió. Hát, valaki kiöntötte a boros kólát. Non cúnyán. Oh. Hát jó. Durva dolgok vannak itt. Na szerintem akkor mehetünk kifelé. Szerintem megcsináltam mindent, amit kellett. Talán még többet is. Menjünk lépcsőn, ja. Lehet, hogy ez így gyorsabb, mint lifttel. Hát jó, így már nem. Add le az eszközt a leadó ponton. És hol van itt leadó pont? Ott. Ez jó. Erre is lehet jönni. Jó. Jó, égnek. Miért legalábbis remélem. Áh. Tehát mindenképpen menjek föl lifttel. Főső emeletre. Jó. Jó, hogy vannak liftek a játékban. Kis gyors hekkelést azért csinálok. Na. Igen, Vakako? Mondjad. You were able to find a lockbreaker. Splendid work. Keep it up. Crossing the contract. Na jó, 1700, az meg még jobb. Na, hát akkor srácok, lányok, hölgyek, urak. Azt mondom, hogy igen, menjünk tovább akkor itt a melókba. Nincs mások, igazából itt van 3, itt van még 3, és akkor ez a kerület igazából készen van. Mentés van, meg megint mentés van, meg ott szabotálás, úgyhogy ezekkel fogjuk folytatni a történetet. Csak előtte akkor én egy... pillanat? Jó, meg volt minden, csak akkor én előtte... pihenek egy picit, aztán mindjárt visszatérek.